A szegedi kortárs zenei napok megalapítója Vántus István volt. Az 1935-ben született erkeldíjas zeneszerző 1971-ben a Várossal közösen indította el a sorozatot. 1992-es halála után a követői vették át a szervezést. A Vántus István kortárs zenei napok célja évtizedek óta azonos, a muzsikusok és a közönség találkozása. Most is sokféle érdekes programot kínál, máskor és máshol nem látható koncert különlegességek is lesznek. Kedden délután 5 órától külön hangsúllyal a Solus ütő együttes Debrecenből, ez egy egészen kiemelkedő minőségű társaság, és gyönyörű hangversenyt fognak adni, amiben tulajdonképpen a magyar, úgymond kortársnak mondható, vagy 20. századi ütős kultúra a legkülönbözőbb részeiből, fiatalok műveiből, illetve a már mondjuk, hogy zenetörténetbe költözött Patacsics Iván műveig minden lesz. Az országban egyedülálló 12 részből álló programsorozat helyszínei is változatosak. A rendezvényeket többek között a Somogyi Könyvtárban, az Egyetem Zeneművészeti Karának koncerttermében, a Hattyassori Főiskolai Karon, az Agórában és a Királykönig Péter Zeneiskolában tartják.